Szupán Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető közgazdásza a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A kormányzat 4% feletti gazdasági növekedéssel számol, illetve ezt várja 2024-től. Van olyan közgazdász, aki azt mondja, hogy ez nem reális, túl optimista. Például Csaba László egy interjúban nyilatkozta ezt, és azt mondta, hogy jó lesz a teljesítmény, hogyha 2,5%-ot elérjük. Nyilván látjuk a két szem közötti különbséget, de az eszközöket is látjuk, hogy miben gondolkodik a kormányzat. Ezekkel az eszközökkel megvalósítható ez a 4% vagy 4% fölötti növekedés? A célunk határozottan az, hogy megvalósuljon. A kormányzat célja az, hogy a növekedésnek a különböző tartó oszlopait, pillireit rendbeállítsa, és arra számítunk, hogy a növekedés idején már egy kiegyensúlyozott szerkezetet fog mutatni, szemben az előző évvel, amikor mind a fogyasztás, mind a beruházás jelentős mértékben visszaesett. Ezzel szemben idén már arra számítunk, hogy jelentős fordulatot vethetnek ezek a tényezők a gazdasági növekedésben, amit arra alapozzunk, hogy egyrészt a reálbérek már pozitívba fordultak, másrészt mindenképpen oldani kell a lakosságnak az óvatossági motivumát. Igen, Orbán Viktor miniszterelnök is nyilatkozta azt, hogy a reálbérek vagy reálbér növekedést meg kell valósítani, és idén ez egy rendkívül fontos feladat lesz. Ugyanakkor egy változó van a számításokban, ha nem is egy, de az infláció az nagy mértékben bele tud szólni a várakozásokba, és azért láttuk, hogy az infláció milyen nagy mértékben el tud szállni, akár csak egy háború, vagy több háború híre kapcsán. Ezt mennyire tudják stabilizálni, vagy különféle eszközökkel bizonyos intervallum között tartani? Igen, nyilvánvaló, hogy a külső ársakok ellen nagyon nehéz védekezni, mint ahogy láttuk az elmúlt két év során, amikor meglódultak mind az élelmiszer, mind az energiárak, de nem csak ezeken a területeken volt érdemi árnövekedés, hanem gyakorlatilag a szolgáltatásoktól kezdve a tartós cikkekig. Tehát nagyon-nagyon sok tényező, nagyon-nagyon sok eleme volt annak, hogy egy ilyen hiperinflációs jellegű közeg alakuljon ki, viszont azt láttuk, hogy a nyersanyag, illetve energiaárak már összezuhantak a tavalyi évi csúcsok után, és ezek már egy deflációs hátteret, deflációs jelleggel javítják az inflációs kilátásokat. Ugye rengeteg bázis hatás van az inflációban, ami most már folyamatosan úgymond kiesik, ami azt segíti elő, hogy az infláció visszatérjen normális periódusba, és várakozásaink szerint az infláció most a következő hónapokban már vissza fog simulni a régiós országok átlagához. Tehát igazából már amennyiben nem éri újabb nemzetközi globális ársokkal az inflációt, illetve az árakat, abban az esetben megvalósíthat, hogy az infláció szépen lecsillapodik. A beruházások terén mire számít? Ugye volt olyan időszak, amikor a kormány itt is óvatosságot, kéziféket húzott be, és leállított bizonyos még el nem indult, vagy tervezési fázisban lévő beruházásokat, ugyanakkor azért a hitelminősítők még mindig bizakodók Magyarországgal kapcsolatban. Idén változhat-e ez? Hát a beruházásokkal kapcsolatban a kormány egyértelmű célja, hogy a beruházási ráta, amit a GDP-hez arányítunk, 25% felett maradjon, mert ez biztosítja azt, hogy a potenciális növekedésünk felmaradjon. Azt tudni kell, hogy a beruházások szerkezete úgy néz ki, hogy nagyjából 60%-át valósítják meg a vállalatok, de döntően a vállalatoktól függ az, hogy milyen beruházási aktivitás várható. A beruházásoknak az egyik része működő tőkéből valósul meg, ebből azt láttuk, hogy rekordmennyiségű működőtőke érkezik Magyarországra, és rekordmennyiségű beruházás van folyamatban, tehát emlékezhetünk itt különböző járműgyártásokra, a BMW, a Mercedes gyár bővítésére, a különböző akkumulátorgyár beruházásokra, a szegedi legutóbbi projektre. Tehát óriási mennyiségű működőtőke jön be, ami biztos, hogy hozzá fog járulni a gazdasági növekedéshez. A másik oldalon a belföldre termelő ágazatoknál van probléma, azt lehetett látni, hogy azok a szektorok, amelyek nagyobb mértékben támaszkodnak hitelre, illetve jelentősebb mértékben függenek a belső kereslettől, azok visszafogták a beruházásaikat, és ezt kell segíteni célzott programokkal. Itt segít a Széchenyi Kártya program, itt segít a Baross Gábor újraiparosítási program, a kormány létrehozott egy célzott támogatást az élelmiszeripari beszállítóknak, illetve hamarosan, ahogy ugye az uniós források megérkeznek, meghirdetésre fognak kerülni különböző GINOP pályázatok, és nagyon-nagyon kedvező hitelkonstrukciók.
más opciókkal. Csak egy kis kitekintés, de most látjuk Németországban, leginkább a tüntetésektől és az elégedetlenségtől hangos a sajtó, meg ami hozzánk eljön, de ez nyilván a kormányzati megszorító csomagok miatt van. A német ipar az most már jó hosszú ideje lejtmenetben van, folyamatosan szinte hónapról hónapra rosszabb teljesítményt mutat. Azért a német ipar vagy német gazdaság nagy mértékben függünk mi a német gazdaságtól. Mennyire lehet az ottani események hatását nálunk mérsékelni? Hát, hogyha Németországot nézzük, Németország már több éve lejtmenetben van. Tehát azt lehet látni, hogy például a Covid-válság előtti szintet sem ért el még a német gazdaság, és most is technikai recesszió környékén tartózkodik, tehát nagy esély van arra, hogy a negyedik negyedében ismét zsugorodjon a német GDP, ami azt jelenti, hogy most technikai recesszióba fog belecsúszni, mert a harmadik negyedében is már volt egy kicsi visszaesés a német gazdaságban, és az ipari teljesítmény, a kiskereskedelmi forgalom azt vetíti előre, hogy a lejtmenet folytatódik. Tehát egyelőre Németországot most jelenleg Európa betegemberének nevezik, csak úgy, mint kb. 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen szlogán a német gazdasággal kapcsolatban. Tehát a német gazdaság kifejezetten küszködik, versenyképességi kihívásai vannak, strukturális problémákkal rendelkezik. Tehát belekerült egy olyan szituációba, ahol a német vállalatok már azt fontolgatják, hogy kivonulnak Németországból, többek között például magas energiaárak miatt, egész vegyipari gyárakat telepítenek más országokba, szóba kell hozni mindenképpen az energia helyzetet, hiszen az Egyesült Államokban 6-szor olcsóbb a földgázára, mint Európában. Ezért nagyon megéri például a vegyipart áttelepíteni az Egyesült Államokba, ahol viszont tártkarokkal is rengeteg támogatással fogadják őket. Tehát Németországnak van egy strukturális problémája, amit nem tudott feldolgozni. Nagy mértékben hozzájárult a problémákhoz, hogy bezárták az atomerőműveket például, tehát olcsó energiáról lemondtak. Tehát sok-sok probléma gyűlt össze, és most jelenleg úgy tűnik, hogy nem nagyon van kiút a német gazdaság számára. Jó, de ez milyen hatással lesz a magyar gazdaságra? Egyfelől nyilván negatív hatással lett, mint ahogy láthattuk a novemberi ipari termelésben is, hogy valószínűsíthetően a gyenge külső kereset valamennyire lehúzta a magyar gazdaságot. Ugyanakkor van egy olyan jellege is, hogy Németországból akár Magyarországra is települhetnek gyárak. Ebből viszont mi profitálhatunk. Tehát ebből mi profitálhatunk. Tehát ez kétélű ez a szituáció, de azért abban bízhatunk, hogy Németországban is valamennyire helyreállhat előbb-utóbb a rend, hiszen Németországban is a bérnövekedés most már meghaladhatja majd az inflációt. Lehetsége, tehát előfordult egy kisebb reálbérnövekedés a német gazdaságban is, ami a fogyasztást már elindíthatja valamennyire, illetve szóba került idén, hogy az Európai Központi Bank is rálép a kamatcsökkentési pályára, és előbb-utóbb azért lendületet fog adni, tehát örökké nem fog tartani a német gazdaság lejtmenetes sem. Akkor figyelni kell ott az ottani eseményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.